Sziasztok, Temesi Berci vagyok, a Soul Session című Jazzin, 90.9 Jazzin hallható szombat esti műsor egyik társ műsorvezetője, Bogyó Tomi barátommal igyekszünk 60-as, 70-es és 80-as évek közepéig tartó soul zenéket sugározni a 90.9 Jazzinek köszönhetően. Én annak köszönhetően, hogy Tomi rengeteg jó zenét hoz, és elsősorban basszusgitár-centrikus zenéket, megfertőződtem, és igyekszem egy Soul Session Bass csatornát üzemeltetni. A nyári szünet után most belekezdtünk, és élőadással jelentkeztünk múlt héten. Így tesszük ezt most szombaton is, este 7 és 9 között hallgathattok minket. És most is hoztam egy kiváló lemezt, az Emotionsnek köszönhetően, illetve Tominak köszönhetően a kezembe került egy kiváló lemez, ez az Emotions lemez. Mit is lehet tudni róluk? Ők tulajdonképpen egy Grammy-díjas kiváló R&B és soul formáció, akik alapvetően 60-as években alakultak, és 69-ben jelent meg az első lemezük. Túl vannak rengeteg díjon, a Grammy-től elkezdve mindenféle listavezető díjakon, és alapvetően ők egy gospel formáció voltak, de annak köszönhetően, hogy átalakult az egész struktúrájuk, inkább a soul és az R&B irányába mozdult el a csapat. 69-ben jelent meg az első lemezük, aztán végül a Columbia Recordshoz szerződtek, és ott az első nagy sikerüket Maurice White-nak és az Earth, Wind & Fire-nek köszönhetik, és amikor én ezt megtudtam, akkor nagyon megörültem, mert Verdin White nekem nagyon nagy kedvenc basszusgitárosom, és bíztam benne, hogy ezen a lemezen is ő basszusgitározik. Történt is ilyen, és van itt azért pár dal, amiben Verdin White basszusgitározik, de az a dal, amit most hoztam nektek, a B oldal első trackje, Hide I Know That Love Would Slip Away című dal található a B oldal első trackjeként. Ebben viszont nem ő basszusgitározik meglepetésemre, és szeretnék nektek mindenképp bemutatni itt a Rejoice, 77-es Rejoice albumon található B oldal első trackjében egy kiváló basszusgitárost, akinek érdemes utána nézni, ő pedig nem más, mint David Shields, akivel nemrég egy interjú is készült, és az interneten elolvasható bővebb az ő Motown session zenei munkásságáról. Hallgassátok tehát az Emotions-t, és a How Would I Know That Love Would Slip Away című dalt 1977-ből itt a Soul Session Bass csatornán.